Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés! Szombaton volt a szegénység elleni küzdelem világnapja. Mára a világ ketté szakadt, kevés gazdagra és sok szegényre. A szakadékok évről évre mélyülnek. A folyamat mögött egyértelműen az a neoliberális gazdasági modell áll, amely a multinacionális vállalatok érdekeit szolgálja, szemben a dolgozó emberekével. Így van ez Magyarországon is. A Fidesz korábbi ígéretével szemben nem az emberek pártjára állt, hanem összeszerelő országgá süllyesztette hazánkat, ahol a versenyképesség kulcsává az olcsó és kiszolgáltatott munkaerőt tette. A szegénységi, egyenlőtlenségi mutatók terén soha nem álltunk jól, de a helyzet a 2008-as gazdasági válság begyűrűzésével, valamint a korábbi és a Fidesz-KDNP kormányok zsákutcás politikájának következtében drámaian romlott. Magyarországon egyre nagyobb méreteket ölt az elszegényedés, egyre nőnek a társadalmi egyenlőtlenségek, nyílik a társadalmi olló. Ez a folyamat ma már veszélyes méreteket ölt az ország talpraállásának lehetőségét ássa alá. A hivatalos statisztikák szerint 1,5 millió ember él szegénységben, de közel 4 millióan vannak, akik létminimum alatti jövedelemből kénytelenek megélni. A szegénység nem elszigetelt probléma, egyre inkább kiterjed a középosztályra, a dolgozó, adófizető emberek jelentős részére. Egyre többen nem jönnek ki a fizetésükből, egyik hónapra a másikra élnek. Az adózók közel fele több mint 2 millió ember keres a létminimum alatt. Az a gazdasági, társadalmi modell, amit a kormány követ, egyszerűen elhibázott. A lefelé nivelláló bérverseny, a munkavállalók kiszolgáltatottságának növelése, a humán területeket érintő megszorítások, súlyos tévedések. A kormány a multinacionális vállalatoknak, a nagybefektetőknek kedvez, de nem szolgálja az egész társadalom és gazdaság érdekét. Összeszerelő üzemekre, alacsony hozzáadott értékű munkára nem lehet sikeres országot építeni. A következményeket ismerjük. Gyorsuló elszegényedés, növekvő egyenlőtlenségek és végső soron tömegessé váló elvándorlás. A helyzet annyiban változott a korábbiakhoz képest, hogy a kormány mostanában legalább úgy tesz, mintha kezelni akarná a dolgozói szegénység problémáját. De amit látunk, az legfeljebb tüneti kezelés. Nem a problémák gyökerét kezeli. Jó példa erre a családi adókedvezmény kiterjesztése, a családi otthonteremtési kedvezmény és az ingyenes iskolai gyermekétkeztetés. A családi adókedvezmény jellegéből fakadóan csak a munkavállalókat éri el, azon belül is a magasabb keresetűeknek segít jobban. Az adókedvezményen kívül a többi családpolitikai támogatás összege, például a gyes vagy a családi pótlék összege 2008 óta egy fillérrel sem emelkedett, holott ezek minden gyermekes családhoz eljutó ellátások. A családi otthonteremtési kedvezménnyel hiába lehet akár milliós összegeket is igénybe venni, jelentős önerő és magas jövedelem nélkül továbbra sem lehet lakáshoz jutni Magyarországon. A rászorulók és nagycsaládosok bölcsődei és óvodai étkezése eddig is ingyenes volt. Hiába a kibővítés, a rászorulók étkezése iskolaidőn kívül továbbra sem megoldott. A nyári szünetekben bár működik a szociális nyári gyermekétkeztetés programja, de az a rászorulónak minősülő gyermekek, több mint 500 000 gyermekről beszélünk, csupán negyedét, ötödét éri el. Más iskolai szünetben vagy hétvégén továbbra sincs megoldva a napi étkezés. Az LMP rendszer szintű megoldásokat sürget az elszegényedésre, az egyenlőtlenségek növekedésének megállítására, a dolgozói szegénység kezelésére. A legkiszolgáltatottabbak részére be kellene vezetni a jelenlegi segélyezési rendszert felváltó minimum jövedelmet. Ez nem a feltétel nélküli alapjövedelem, de egy minimális szociális biztonságot minden nélkülöző számára biztosítania. Újra és újra a kormány figyelmébe ajánljuk az LMP dolgozói szegénység kezelése érdekében tett korábbi javaslatait. A munkaterhelésének csökkentését, több kulcsos adórendszer visszaállítását, a minimálbér létminimum szintjére emelését. A családi pótlék és családi adókedvezmény kiterjesztését a felsőfokú oktatásban résztvevő fiatal 24 éves koráig, béremelés és életpályamodellek bevezetését a közszférában, az alacsony bevétellel rendelkező induló vállalkozások terheinek csökkentését és az alapvető helyben termelt élelmiszerek áfájának csökkentését. Köszönöm a figyelmet! Köszönöm, képviselő asszony!
kormány nevében Rétvári Bence államtitkár úr kíván válaszolni az elhangzottakra. Köszönöm szépen a szót, tisztelt képviselőasszony, tisztelt elnök úr, tisztelt ház. A vége felé, úgy 4 perc, 10 másodpercnél azért csak kibújt a zsákból, tisztelt képviselőasszonyon, és elárulta egy fél mondattal magát, amikor azt mondta, amit a választási programjukban is írtak, hogy az LMP az adóemelésre, személyi jövedelem adóemelésre készül, hiszen ön szépen több kulcsos adózásnak hívta, de ez valójában személyi jövedelem adóemelést jelentene, ami a rendszer szintű megoldása az alacsony jövedelmekre az LMP-nek. Eléggé egyedi megoldás, hogy egy párt adóemeléssel kíván az alacsony jövedelmekkel szemben fellépni. Én már nem emlékszem pontosan, hogy az LMP javaslatában a választási kampányban 41%-os vagy 51%-os volt a legmagasabb adókulcs. Nem tudom, önök fel tudják-e idézni a saját pártjuk programját másfél évvel ezelőttről. A Fidesz-KDNP ezzel szemben pontosan azért, hogy az emberek többet vihessenek haza abból a pénzből, amit megkeresnek, és ami joggal jár nekik, ezért vezettük be az arányos egykulcsos adózást, amelynek most már a mértéke 16%, jövőre pedig még kisebb lesz 15%. Önök semmelyik személyi jövedelemadó csökkentést nem támogatták. Itt a parlamentben felszólalnak arról, hogy az embereknek többet kellene keresni, és amikor adócsökkentésnél az embereknél több pénzt lehetne hagyni, akkor megnyomják a nem gombot. Szerintem önök nem rendszer szintű megoldást, nem rendszer szintű problémát okoznának azzal, hogy adóemelésekkel próbálnának előrelépni. Kicsit furcsa vád volt képviselőasszonytól, hogy a multinacionális cégek támogatásával vádolta meg ezt a kormányzatot. Lassan már nem lesz olyan nemzetközi nagyvállalat, aki Brüsszelnél valamiféle keresetet ne nyújtott volna be Magyarországgal szemben, mert fontosan az ő plusz befizetéseikkel, bankadóval, ágazati különadókkal, akár biztosítótársaságokra, akár kereskedelmi láncokra kivetett különadókkal teremtettük meg annak a fedezetét, hogy a családoknál több pénz maradhasson, így tudtuk bevezetni a családi típusú adózásrendszerét, és így tudtuk csökkenteni a személyi jövedelemadót. Mert amit ezelőtt 6-8 évvel az állampolgárok a bérükből fizettek be, az most ezek a nagyvállalatok a saját profitjukból fizetik be, és így Magyarországon több pénz marad. Ezért sikerült javítani az embereknek a bérviszonyait, ezért nőtt kétszeres mértékben az elmúlt 5 évben, kétszeres mértékben a magyar bérszínvonal a GDP-hez képest, tehát amennyivel nőtt a GDP, kétszer nagyobb arányban nőttek a bérek Magyarországon. Így elmondhatjuk, hogy az átlagos bér így 202.525 forintról 243.217 forintra emelkedett. Miközben infláció lényegében megszűnt, és 200 ezerről majdnem 250 ezer forintra nőtt az átlagbér. Tisztelt képviselőasszony, hogy nem én mondok önnek ellent, hanem a számok és az adatok. Úgyhogy azzal ne vádoljon minket, tisztelt képviselőasszony, hogy mi bármennyiben is a multinacionális cégek érdekét szolgálnánk. Erre a brüsszeli íromány beadó, iktató, bélyegző szerintem a legjobb példa és ellenpélda. Hogy hogyan alakult a szegénységgel veszélyeztetett dolgozóknak a száma, ez egy nagyon fontos kérdés, amit ön felvetett. Nézzük meg az Unióban hogyan alakul, az Európai Unió egészében. 2006 8,1%, 2009 8,4%, 2013 8,9%, 2014 9,6%. Tehát 8,1%-ról 9,6%-ra emelkedett. És milyen adatokat látunk Magyarországon? 2013-ról 2014-re 6,6%-ról 6,4%-re csökkent. Ezek Eurostat adatok, tehát képviselőasszony is bizonyára hivatkozna rá, nálunk csökkent 6,6-ról 6,4-re, míg az Unióban 8,1-ről 9,6%-ra nőtt. Magyarország úgy tudta csökkenteni a dolgozói szegénységet az Eurostat adatai szerint, hogy közben az Európai Unióban nőtt azoknak az embereknek az aránya, akik dolgoznak és mégis szegénységben kell, hogy éljenek. Mert mi az adócsökkentések politikáját választottuk, míg ezek a nyugat-európai országok a válságra az adóemelésekkel válaszoltak, ezért lett Magyarországon jobb ez az arány az Eurostat szerint itt, mint mindenhol máshol. Ön is felhozta a családi adókedvezményt, ön is tudja, tisztelt képviselőasszony, hogy 2014. január 1-től, mikor kiterjesztettük a családi típusú adókedvezményeket a járulékokra is, nagyobb mértékben tudták már igénybe venni a három és több gyermekes családok ezt a kedvezményt, több pénz maradt ott náluk, mint korábban, amikor 2011-12-ben bevezettük a családi típus adózásnak a lehetőségét, és emellett a családok otthonteremtési kedvezménye, amit ön is idézett, a CSOK, pedig olyan lehetőséget jelent minden családnak, akár 3 millió forintos támogatással is, hogy egy saját lakást vásároljanak maguknak, nem csak újat építhessenek, hanem most már sajátot is vásároljanak, amire évek óta nem volt példa. Ami pedig a gyermekeknek mondjuk a nyári szünetben való étkeztetését illeti, ezt is felhozta képviselőasszony, ön is tudja, az idei nyáron rekordot döntöttünk,
több szempontból is, hiszen 3 milliárd forintot költöttünk a gyermekek nyári szociális étkeztetésre, ami 400 millióval több, mint tavaly, és több, mint valaha a rendszerváltás után, amit kormány szünetben levő étkeztetésre költött. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.